Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai weekendben vendégül látjuk majd Szabó Dénest, Belesünk a jégkorszak című kiállításba. Mészáros Szilárd kulturális programokat ajánl majd nekünk, az adást pedig színházzal zárjuk majd, és ezzel is kezdjük. Vendégünk Kónya Merlin Renáta, akinek egy szűk óra múlva kezdődik Önálló estje Kövek címmel. Szia Renáta, jó estét! Szia. Ilyenkor gondolom, hogy nagy az izgalom már egy színésznőben, főleg akkor, amikor egy önálló estről van szó, hiszen itt azért nincsenek ott a kollégák, akik esetleg valamilyen kellemetlen helyzetből kihúzzák az embert, de hát bízunk benne, hogy ma este minden rendben lesz. Viszont ugye ez egy nagyon érdekes darab, hiszen három nő életét, illetve karakterét jeleníted meg majd itt a színpadon. Egy kicsit mesélj erről a három nőről, és hogy melyik az, amelyik mondjuk a leginkább a te személyiségedhez, szívedhez közel áll. Mind a három nő az élet különböző kérdéseit feszegeti, és mindannyiuknak van egy közös pont, ami majd észlelhető az előadás során. Igen, már készülök az estére, úgyhogy már lényegében benne vagyok. Már átlényegültél. Még nem lényegültem át, csak már a fejben ott vagyok. Igen, igen. És melyik a három karakterből az, amelyik esetleg tényleg közel van hozzád, vagy egyáltalán ilyenkor van-e mondjuk olyan pillanat, amikor azt érzed, hogy ez egy kicsit, mintha én lennék, vagy akkor hiteles az alakítás, hogyha mind a háromban ott vagy te? Természetesen, vagy hát nem tudom, hogy természetesen az így alakult, hogy mind a három nőből van belőlem valami. És az az én titkom, lényegében a színész titka, hogy mi az én kis csomagom ebből a három nőből. Nyilvánvalóan ugye maga ennek az önálló esnek a gondolata sem merült volna fel, vagy éppen ennek a darabnak, hogyha nem találtál volna egy kicsit magadra ezekben az alakításokban. Egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ezt állítsátok színpadra? Az egyetemen az osztályfőnököm egy feladatot kért az osztálytól, hogy egyéni munkaként készítsünk valami egyénit, amiben csak egyedül vagyunk, akár egy monodrámát, és ez sajnos az egyetemi éveim alatt nem sikerült. Úgy volt, hogy a 5. évben el tudom készíteni, viszont közben jött a meseautó, és a színház megkért arra, hogy csúsztassuk ki ezt a munkát, így erre az évadra készült el. Na, beszélünk majd a meseautóról is egy kicsit, de azért mégis most ugye ennek a meghívásnak az apropója végülis a ma esti előadás. Ebben az előadásban ugye a nézők téged látnak, de hát van mögötted egy tím, vannak emberek, akik kitalálták, akár komponáltak hozzá, itt Szirtes Edin, a Mókusra gondolok, akinek ugye a zenét köszönhetjük ennek az előadásnak, és egy különleges nő. Milyen volt vele együtt dolgozni például? Edinával egy nagyon intenzív munkám volt, tehát hogy rövid idő alatt, tehát ő sokat dolgozott otthon ezeken a loopokon, és inkább a ott megszületett zenéken, amit otthon ő, három darab mű van, ami gépről megy, a többit uh-huh. azt ott élőben hozom létre, és nekem Edina olyan, mintha önmaga egy zenemű lenne. Tehát valahogy a költőket így tudom elképzelni, hogyha így járnak a világban, akkor mindent így rímekbe gondolnak. Na, Edina szerintem pont így van a zenével. Úgyhogy egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon jó találkozásom volt vele ezzel a munkával kapcsolatban. Voltak egyébként mély pontok, vagy nehéz időszakok, amikor próbáltatok? Nem. Tehát minden most már felhőtlennek. Nem is az, hogy felhűtlen, de úgy különösebben mélypont nem volt. Nem. Na hát ne is beszéljünk mélypontokról, ugye főleg az előadás előtt egy órával, hiszen ilyenkor azt gondolom, hogy minden energiát tényleg a pozitív dolgokra kell fordítani. Mi lesz az utóélete? Már most lehet tudni, hogy hányszor fogod játszani? Ma este lesz hivatalosan az utolsó előadásom, mert ebből négy előadást tűztünk ki, az NKA-nál pályáztunk, és nagyon szeretném utaztatni majd, mert ugye minél többet játszom, annál nagyobb mértékben az enyém az anyag.
Tehát, hogy már ma este is más lesz bennem, mert abszolút a szöveg birtokosa vagyok, a zenének a birtokosa vagyok, és egyre mélyebbről jönnek azok a gondolatok, amiket a nők elmondanak. Tulajdonképpen a te életed is ebben a színházban valahol ugyanez a folyamat, ugye? Hiszen itt gyakornokoskodtál, és most már a Móricz Zsigmond társulat teljes értékű tagja vagy. Ez az év ugye most már hozza a munkákat. Hogy élted meg mondjuk azt az időszakot, amikor még csak gyakornok voltál? Egyáltalán érzi-e ilyenkor az ember, hogy vannak mondjuk a valóban már évek óta társulati színészek, vagy tényleg egyenértékű partnerként fogadtak már el akkor is, hogy élezted? Egy nagyon családias, nagyon baráti társulat van itt Nyíregyházán, és egyáltalán nem éreztették velem azt, hogy te most gyakorlatom vagy, úgyhogy tudod, hogy hol a helyed, hanem így befogadtak ebben a fészekbe, és időm nem volt gondolkodni, hál' Istennek, mert rengeteg munkám volt már a gyakorlati időszakomban, és ebben az évadban is nagyon sok előadásom van, és több este is színpadon vagyok. Majd lassan délelőtt is újra. Mit tudtál a színházról, mielőtt ide kerültél, vagy Nyíregyházáról? Nem túl sokat, mert Kaposváron voltam az egyetemen, és ott egy nagyon intenzív 4 év bezártság volt, tehát én úgy éltem meg, mintha Shaolin papok lettünk volna, vagy a zárdába mentünk volna el. Úgyhogy most kezdek kinyírni a szakmába is, egyre több színházat jobban megismerni, hogy milyen. Na, akkor egy kicsit még erről az évről meséljünk, miben láthatunk majd, mire készülsz? Most a Kék bolygó című mesedarabot próbáljuk Bal Józseffel, azt követően pedig a Bob Herceg lesz, amit Göttinger Pál rendez. Úgyhogy bemutatjuk a Kék bolygót, februárban egy intenzív előadássorozatunk lesz, duplázunk délelőtt, este meg vagy Meseautó, vagy Gyilkosság meghirdetve, amit Zsótér Sándor rendezett, és márciusban kezdődik a Bob Hercegnek a előkészülete, próba folyamata. A mai műsorban még vendégünk lesz a színház direktora is, aki majd gondolom, hogy a legekről is mesél, de azért a nyíregyházi közönség egyik legnagyobb kedvence a Meseautó, amelyben ugye téged is láthatunk. Milyen érzés ebben az előadásban részt venni, benne lenni és érezni a közönség szeretetét? Ez az első főszerepem Kőszínházban, a Meseautó, és nagyon hálás vagyok azért, hogy egy zenés előadásban vehettem részt, vagy zenés előadásban dolgozhatok. És hát az egész egy nagy trúváj. Csodálatos a társulat. Mindig ámulok Puskás Tivadaron, hogyha épp egyik este rájön az improvizáció, és nagy pillogó szemekkel nézem, de közben úgy, hogy a nézők ne vegyék észre, hogy pusit figyelem, hogy épp aznap este mit alakít. Tulajdonképpen ez nem is munka, hanem egy ilyen örömködés, nem? Vagy nem úgy éled? Hivatás. Hát akkor azt hiszem, hogy tényleg egy ilyen meseautószerű világba csöppentél így hirtelen Nyíregyházán, és remélem, hogy az önálló esteden túl is lesznek még, illetve sok-sok olyan lehetőséged lesz, amelyben különleges élményeket oszt meg a nézőkkel, és te is egyre sok, vagy egyre több boldaladat csiszolt, hogy tényleg mint egy gyémán csilloghass majd ezen a színpadon. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és nagyon-nagyon szorítunk. És akkor fél nyolckor. Előadás a Krúdi Kamarában. Sok sikert kívánok. Köszönöm. Kedves nézők, maradunk a kultúra témakörénél. Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Szatmár Cseke önkormányzata a Kölcsei Társasággal közösen emlékezett meg a Magyar Kultúra Napjára hétvégén Szatmár Csekén. A Kölcsei Társaság emlékplakettjét az idén Zsigmond Dezső filmrendező kapta. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsós, akit régen téd, hozz rá végeztetted. Megnyitötte már a nép a múltat, s jövendőt. Őseinket felhozált Kárpát-Szentpércére, általad nyert szép hazát bende húznak vére,
s merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozál. Értünk Hunság mezeit, ért kalászt lengettél, Tokaj szőlőveszein nettár csepegtettél. Zászlón gyakran plántálád vadtörök sáncára, s gyökte Mátyás búshadát, Bécsen büszke vár. Miért esett az idén a Kölcsei Társaság választása Zsigmond Dezső filmrendezőre? Azt gondolom, hogy egy olyan embert díjaztunk, aki az egész eddigi életművével azt bizonyította, hogy hogyan lehet emberközeli perspektívából felmutatni azokat az értékeket, amelyeket a magyar kultúra nagyon sokféleképpen hordoz. Emberi sorsokban, emberi szokásokban, emberi közösségekben, különösképpen azokban, amelyek itt ezen a tájon maradtak meg. És a másik vonás pedig az, hogy az ő munkájában úgy tudja bemutatni, vagy megközelíteni az igazságot, hogy nem radikális fekete-fehér, ennek igaza van, annak nincs igaza, megközelítést alkalmaz, hanem ő maga is gondolkodik, és bennünket is gondolkodásra késztet, hogy ne legyünk az előítéleteknek a fogjaivá, és ne elhamarkodott módon tudjunk ítéletet mondani, hiszen a kultúrának az egyik sajátosság éppen az, hogy segít valamit leülepedni, segít valamit összerakni apró részletekből, és ez az aztán, ami egy embernek, egy közösségnek tartást tud adni, és én azt hiszem, hogy erre a tartásra ma is szükségünk van, itt Szatmárban és az egész Kárpát-medencében. Szeptember óta tölti be a Kölcsei Társaság elnöki posztját. Milyen érzés volt most elnökként ide érkezni Szatmárcsekére? Én éppen összeszámoltam, hogy 1997. januárja volt az első, amikor részt vettem a Kölcsei Emlékünnepségen, és azóta, amikor csak tehetem, akkor itt vagyok. Ebben a minőségben többen megkérdezték, hogy mi fog most változni. Én erre azt mondtam, hogy hát a társaság semmiképpen nem változik, mert azok a célkitűzések, amelyek több mint 30 évvel ezelőtt megfogalmazódtak, azok most is érvényesek. Én szeretném mindazt tovább vinni, ami érték, és szeretnénk egy olyan társaságnak az életében segítséget nyújtani, amelyik tudja a sajátos szerepét betölteni, ehhez megteremteni az emberi, anyagi és minden egyéb szükséges bázist. Mit jelent önnek ez a díj itt Szatmárcsekén? Nagyon sok mindent, hiszen az én szeretett Szatmáromtól kaptam a Magyar Kultúra napja alkalmából, és én nem tudtam elvonatkoztatni mindattól a személyes élményvilágtól, amit én itt Szatmárban átéltem, mert nekem ez egy gyönyörűség volt, és nagyon sok filmet innen indíthattam. Itt írtuk a játékfilmjeim forgatókönyveinek szinte mindegyikét. Nagyon sok dokumentum és dokumentumjátékfilmet készítettem. És hát házak is vannak, vagy voltak, vannak is voltak is itt a környéken. Tehát mi nem csak megörökítettük, hanem be is laktuk Szatmárt. Miért kötődik ennyire ehhez a tájhoz? Nagyon nehéz ez a kérdés, és egyben nagyon könnyű is. Én azt gondolom, hogy egy olyan világba vágytam mindig, ahol csodálatos dolgok vannak, és itt a folyók közelsége, a határon túli, de szinte karnyújtásnyira lévő hegyek,
azok a fantasztikus emberek, akik többségében már meghaltak, idős paraszt emberek, akiktől annyi mindent tanulhattam, akik lehet, hogy tanulhattunk, írni, olvasni nem tudtak. De tudósok voltak, akadémikusok voltak a maguk nemében, mert ismerték a természetet, ismertek mindent, egyszerű juhász emberek. És olyan csodálatosan beszéltek, mint például Kósa Sándor bácsi, Isten nyugosztalja, Sonkádon, vagy Kósa Károly bácsi, Tisza Csécsén, hogy szinte gépbe lehetett volna ütni, szinte egy az egyben meg lehetett volna könyvben jelentetni, mi ugyan filmen jelentettük meg az ő csodálatos világukat. Nagy-nagy megtiszteltetés, hogy ők a barátaim is lehettek, és még vannak is, és élnek is közülük. Éppen ezért szeretek nagyon Szatmárban járni, mert az emberi és a tájai adottságai ennek a környéknek azt gondolom, hogy még mindig nagyszerűek. És hát nem messze van innen Kárpátalja, ahol épp a legutóbbi filmemet forgattam. Innen indultunk el Erdélyországba, és még azon is túljutottunk a Gyimesekbe. Én nagyon szerettem, és nagyon szeretem ezt a világot. Ha csak lehet, idejövünk, itt tudok igazán otthon lenni, itt tudom igazán átgondolni, milyen filmet szeretnénk, itt tudok, vagy milyen filmet szeretnék csinálni, itt tudok igazából otthon lenni. Az ünnepségen Grógás Pál irodalomtörténész Kölcsey emlékérmet vehetett át a Kölcsey Társaság tevékenységének támogatásáért. A rendezvény Kölcsey sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a himnusz költőjének síremléke előtt. Kedves nézőink, kultúrából Nyíregyházán sincs hiány, ennek egyik legjelesebb képviselője a Kantémusz Kórus, az együttes vezetője Szabó Dénes vasárnap vehette át Kóta életmű díját Budapesten, most pedig stúdiónk vendége. Jó estét, tanár úr! Jó estét kívánok! Hát ez nem az első Kóta díj, viszont az első életmű díj. Én úgy gondolom, hogy ilyen szakmai múlttal már talán nem is meglepetés egy-egy díj. Mégis milyen volt ennek a díjnak a fogadtatása tanár úr részéről? Minden díj mindig nagy öröm, nagy megtiszteltetés. Meg kell próbálni, megtanulni, viselkedni is hozzá. Fölnőni a díj nagyságához. És hát boldogan elviselni, hogy még mindig van ilyen típusú is. Ez egy nagyon jó civil díj, talán a legszakmaibb az összes díj közül, amit eddig kaptam, hisz ezt a Kórusok Országos Szövetsége adja, aki hát a évtizedek óta ismeri, figyeli, értékeli a munkát. Szóval ezt megkapni, ez tényleg egy ilyen végső summázás is lehet. Mostanában többen kísérleteznek ebben, hogy egy életmű díjjal figyelmeztessenek engem. Megtették ezt nem régen Hongkongban is, amikor a Kórus Világszervezet gondolt egy nagyot és ünnepélyesen átadott egy ilyen díjat. Ott akkor Hongkongban a színpadon, lányos zavaromban, ahogy ezt szokták mondani, azért mégiscsak elmondtam, hogy jobban örültem volna, hogy úgy gondolják, hogy ez még csak egy fél életmű, mert még a további része hátul van. Na de a viccet félretéve kétségtelen eléri az ember ezt az időszakot, amikor már úgy gondolják, hogy ez már volt annyi, mintha valaki tényleg befejezte volna az ügyet. Aztán majd a másodikat meglátjuk mikor. Így van, az amikor a 70. szülinapi partin ott áll tanár úr a színpadon, akkor is valami ilyesmi félét mondott. Hát gyakorlatilag európai mércével lehet, hogy akár azt is lehet gondolni, hogy itt már egy pályának a vége felé tart valaki, de aki ilyen vitalitásnak örvend, és egy kicsit univerzálisabban szemléli az életét, azért mégis azt gondolja, hogy még nagyon sok terv és lehetőség van. Ugyanakkor meg ez az életmű, ez egy élő képlékeny valami, ez maga a Kantémusz Kórus család, ami napról napra változik, és
gyakorlatilag burjánzik, és újabb és újabb örömöket növeszt ezen az élő, nem is tudom, óriási növényen. Úgyhogy ha most tényleg azt játsszuk, hogy mondjuk a felénél tartunk, akkor milyen tervekkel lehet még előrukkolni, vagy ezt növeszteni? Ez most egy nagyon jó megközelítés, mert ez most már nem az én munkámra vonatkozik, hanem elvileg erre a bizonyos életműre, ami a Nyíregyházi Kántémusz kórus, ami az elmúlt 40 esztendőben kétségtelen, hogy újra és újra hajtásokat hozott, és még egy sem száradt el rajta. Ez él és virul és erőteljes, sőt azt gondolom, hogy most a gazdára különös feladat vár, megőrizni, hogy ilyen jó állapotban legyen, sőt, a vezérhajtásokat tovább kell rajta erősíteni, hogy így legyen. Így a Kántémusz vegyes kar a fokról fogra fejlődik, újabb és újabb emberek kapcsolódnak be a munkájába, és lassan tényleg elmondhatjuk, hogy nem csak a teljesítmény professzionális, hanem maga az intézmény is az amatőr státuszból át tud lépni egy professzionális világba. És úgy érezzük, hogy viszonylag nagy szükség van ránk, újra és újra hívják az énekkarokat Nyíregyházán kívülre, most már nagyon sokat járunk Budapestre, és a külföldi utak is szaporodnak, úgy tűnik. Az adventi koncert, amely ugye most az arénában volt, egy különleges zenei és ugyanakkor összművészeti élmény volt. Tehát én is ugye, mint egykori kodályos tanárurat, egy klasszikus értékeket képviselő pedagógusnak ismertem meg, de hát azért óhatatlanul be kell engedni itt a technikát. Tehát itt látványban, fényben, színpadi showban tényleg egy kuriózum volt ez, amit a nézők láttak. Ugyanakkor, amire én figyeltem, az, hogy olyan nagyon-nagyon szép egyensúly volt a koncertet irányító két karmester, jelesül Szabó Dénes és Szabó Soma között. Tehát azt látom, hogy nagyon szépen tudta tanár úr bevezetni Somát ebbe a nagyon nagy felelősségbe. Tehát valahol úgy érzem, hogy a Kántémusz kórus család jövője lehet, hogy még a következő 80 évre is meg van alapozva. Igen, még további életművek is előkerülhetnek. A kirándulás a kontinentába, a stadionba, az arénába nem volt könnyű. De nagyon nyomasztott már bennünket évek óta, hogy a karácsonyi hangversenynek, hál' Istennek, van még érdeklődő közönség, amely inkább szaporodott, mint hogy csökkent volna. Az elmúlt évben már 4 karácsonyi hangversenyt rendeztünk egymás után a Kodály teremben, ami nagyszerű hely. Ott kétségtelen, hogy szinte a halvány is elég, a látvány nem is annyira fontos, bár arra is mindig odafigyeltünk. Ezt a bizonyos 4 koncertet gondoltuk, hogy egy lélekkel könnyebb lesz megcsinálni, hisz bármennyire is el tudjuk újra és újra énekelni, akár naponta 2-szer is, mert erre is sor került, azért a lélek gyorsan fárad. Nem is a fizikai része, a lelki része nem könnyű, pláne úgy, hogy ebben a karácsonyi szezonban a Continental Arénával együtt 13 hangversenyünk volt, ahol ugyan vártjuk a szereplőket, de az óhatatlanul mégiscsak egy idő után, hogy mondjam... Munkaízű lesz, nem? Munka, igen, tehát van benne egy pici fáradtság. Most ez új helyszín volt, nagy élmény volt, nagy munka volt, rendkívül nagy munka volt, és kétségtelen nagyon igyekeztünk azon, hogyha a halvány nem is annyira, tehát hogy mindenki értje, amit hallani lehet, az nem annyira meghitt, talán nem annyira karácsonyi, mint a Kodály teremben, kevésbé vagyunk szabadok a nagy teremben, és nagyon vigyázni kell mindenre. Ezért a látványban is igyekeztünk a szokásoson túllépni, hiszen egy nagy kivetítőn, egy olyan úgynevezett LED rácson, kicsit hangulati aláfestésképpen még a körülményeket is próbáltuk karácsonyi irányba terelni. Nagyon jól sikerült. Tanár úr említette, hogy ugye sok-sok budapesti és külföldi koncert, most már azért lehet látni a 2019-es évet. Milyen nagy utazások várnak a Kántémusz kórusokra?
Most anélkül, hogy elmondanám, hogy melyik csoportra mi vár, ahogy eszembe jut sorba. Hát Olaszországban megy a vegyeskar Udine környékére, a fesztiválzenekarral, ugyancsak a fesztiválzenekarral, Hamburgba, Párizsba, New Yorkba, Carnegie Hallba, aztán van 3 hetes japán turné, van 1,5 hetes portugál, lesz benne Lengyelország, lesz Fülöp-szigeteg, és lesz Malajzia, és lesz egy másik Olaszország is, és mostában mindig kifelejtem, pedig igen nagy megtiszteltetés, hogy most már 3. is magyar szereplőként Gergiev mester, a minden oroszok legnagyobbja most a húsvéti fesztiváljára megint Nyíregyházáról kéri az énekkart. És itt nem is biztos, hogy minden utazásra kitértem, de ebből is látszik, hogy van most mire fölkészülni, sőt talán egy kicsit több is, mint ahogy az ember ezt előre szerette volna. Hát köszönjük szépen, talán Fülöp-szigetekre és Malajziába szívesen elkísérnénk a kórust egy kamerával. És szívből gratulálunk ehhez az életműdíjhoz is. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, mi pedig hamarosan folytatjuk a Weekend második részével, további programajánlókkal, maradjanak velünk!